Ceglédi Attila vállalkozó négy kis és közepes méretű boltot működtet, ezekben összesen majdnem 20 ember dolgozik. Az utóbbi másfél évtized pénzügyi adataiból készített egy saját elemzést. A kék pöttyös az a bruttó fizetések változása 2002-18-ig, a zöld pöttyös az a nettó fizetések változása, akkor a fekete háromszöges grafikon az a befizetett bruttó járulékok, és az egyik boltunknak, egy kis garázsboltnak a forgalma változása 2002-2018-ig. Mint látható, a forgalom nagy mértékben visszaesett, amikor a dohánytermékek árusítását elvette az állam az élelmiszerboltoktól. A bérek az utóbbi két évben nőttek meg, így kisebb bevétel mellett kell egyre nagyobb fizetést adni a dolgozóknak, különben elmennek másik céghez vagy külföldre. Hirtelen megnövekedett fizetések és főleg a megnövekedett járulékokat viszont nehéz nem a gazdasági eredményekből kitermelni. Ennek az egyik következménye az, hogy emelkednek az árak, ugye ez is tapasztalható. A másik pedig valóban létezik egy ilyen tendencia, hogy elsősorban a szakképzett és a jó iskolai végzettséggel rendelkező embereket azt elvonják a kereskedelemből. Emiatt szükség esetén képzetlen dolgozókat is felvesznek, akiket aztán saját maguk tanítanak be. Az internetes álláskereső oldalakon most is jó néhány hirdetésben keresnek boltost különféle szegedi üzletekbe. A kereskedelemben is munkaerőhiány tapasztalható. Tavaly egyébként december 31-i adat volt az, hogy 122 betöltetlen álláshely volt ezen a területen Csongrád megyében. Nyilván ezt a számot azért mindenképpen hatékonyan be kellene tölteni. Viszont a kamaránk úgy gondolja, hogy ez csak egy átmeneti állapot ezen a területen, hiszen ugye, ahogy látjuk a negyedik ipari forradalom beindulásával, amely ugye az ipari forradalom újabb formájaként főként az automatizáció, valamint az informatika területén történik, ez meg fog oldódni. Ez azt jelenti, hogy a számítógépes eljárások alkalmazása miatt hosszabb távon kevesebb emberre lehet szükség a kereskedelemben. Terjed a kiszállítós eladás is. A kisboltok száma csökken. Az elmúlt 6 év alatt országszerte 1500 kisebb üzletet zártak be, ami 10 000 álláshely megszűnésével járt.